Tokit szintek vihet. Jaj, úristenem! Az előző részben kb. Semmi nem történt. Miután visszatértünk, minden városba szétnéztünk és próbáltunk rájönni, vajon merre is kéne menni. És ez az út nagyon egyértelműen mutatkozik előttünk, közben TM35 Flamethrowert megtaláltuk meg, egy újabb Linkstone-t, amivel ilyen trade dolgokat tudnánk csinálni, ilyen trade-es átalakításokat, és itt vannak trénerek, szóval egyértelműen erre kéne jönni. Ugye Cerulean Cityt most homokvihar fenyegeti, ez sajnálatos, ugyanakkor pont nem éri túl. Hagyd már! Na, szóval ez sajnálatos, bevalljam. Viszont ami itt látszik, az az, hogy a fák ki vannak döntve, szóval valószínű valami köze lehet a homokviharhoz, legalábbis én ezt úgy gondolom. Közben ezeket a Nidokingeket azért itt lenyomjuk, fake out, surf, kombó van. Ennek nem kéne így működnie. Közben Pikachu eléggé gyorsan fejlődik. Viszont ezzel rácsúval mit kezdjünk? Discharge. Kikötek? Discharge? Gyerünk? Nagyon nem. Nem ez volt az, amit vele kell kezdeni, akkor surf. Jó, a surf viszont elintézte rácsút. A Pidgeotot meg a Discharge biztos elintézi, tehát nem félem Pikachut. És Pikachu 40-es szintet fejlődött. Most 45-es a cél minden esetre minden Pokémonomnak. Ugye Snorlaxen van most az XP osztó. Utána Rodactyl-t kéne fejleszteni. Hát itt gyerekek, semmi nincs. Rossz helyre jöttünk, de tuti valahol Cerulean City-be és környékén lesz a gond. És Ponyta, gyönyörűséges Ponyta. Tényleg szép lángja volt. Na, ellene se tudok majd mit kezdeni a Pokémon ligába. Persze ezt most mondom, majd nyilván kitalálom, hogy mihez kezdjek ellene. Biztos, hogy itt valahol erre el kell jönni. Cerulean City környékén mi van? A Cerulean barlang, max. Elmegyek Pikachut hírálni azért. És tényleg, és a Cerulean képe lakik Mewtwo. Lehet, hogy nekünk most oda kéne elmenni. Hát ki tudja, megnézzük. Most Mewtwo-t keressük. És van egy olyan, tényleg van, csak azt nem tudtam, hogy az itt van. Szerintem az még az Elite Four legyőzése után van. I think. Szóval szerintem nem most jön a storyline-ba, de mindegy. Itt van egy gyönyörű szép Kangaskhid, a kedvenc Pokémonom gyakorlatilag ebben a végigjátszásban. Annyira cuki. És valljuk be, aranyos. Ezt így fokoztam. Tudom, nem szabad, de szokásom. Tutinak érzem, hogy valahova itt szörfözni kéne. Nézzétek, hát teljesen, hát fúr, hát ez megkerüli fél azurkék várost, ez a folyó. Biztos ezen itten szörfözni kell, de mondjuk már itt sincs semmi. Jó, mondjuk van egy pokelabda. TM5 Roar. Viszont engem az zavar, hogy ilyen Rock Smash meg ilyenünk nincs. Hogyha erre jövünk tovább, vajon ez Boris? Egy az, hogy nagyon erőteljes Pidgeyk támadnak meg. És szerintem ez itt az a billes rész, ja. Ez egyértelműen billes rész. Lehet, hogy az a kis csaj, akit itt találtunk, amúgy annak az, hogy ő itt elveszett, az összefügghet esetleg talán Mewtwo-val, hogy ő azt elvitte talán, miért így használ, jó, erre nem. Hihetetlen. Erre sem. Na de, tényleg. Erre kéne jönni. Szinte garantálom. Tudja, erre van valami... Vagy a Mount Moon... Jó, megnézzük a Mount Moon-t is.
megnézzük, mennyi a rípelünk, és utána döntünk afelől, hogy egyáltalán megírja, nagyon megírja a Monthumra elmenni. Ennyi szuper rípel év ezredekig kitart. Ugye a Monthum nem erre van valójában, de csak azt nézem meg, hogy itt van-e más hely, vagy itt le tudok-e süllyedni, de még az se, tehát... Aha. Még lesüllyedni se tudok. Pikachu lesz az én megoldásom, akivel vissza tudok menni. Akkor azt mondom, hogy Monthumon. Gyerünk, Monthumon. Te vagy az utolsó reményem. Yes. Amúgy nagyon imádom ezt, hogy ilyen a Reaper funkció. Mert erre is még megy ez a homokvihar. Tehát bár nem jöttünk rá az előző rész után, de tehát ez már tényleg valószínű, hogy itt a Monthumon lesz valami gebasz. Ugye most pont nem volt kedvem ezt a hegyet megmászni, de hogyha nincs más lehetőségem, elviselem. Meg így Reaper-lel annyira nem para. Bevallom. Na itt van például egy random crafféből, ez így mit keres itt, ugye? Full random. Jó, most ahogy átjövünk a Monthumon és semmi nem lesz, akkor megint visszajövünk Ceruleanba, mert valami fölött elsiklunk. Persze. Hát jó, hogy hát végtelen szuper Reaper kell ide. Monthumon. Ez a barlang lesz az. Nem. Hú, pedig már nagyon megörültem. Ez a barlang lesz az. Hagyd már, esse. Bakker. Jó. Viszont itt is még megy ez a homokvihar. Vissza. Back to Ceruleán. Szóval ez a barlang semmi. Ez a barlang talán valami. Helyett semmi. Ez most teljesen egy másik hely. Tehát oda-vissza más ez a barlang. És ez számomra hihetetlen. Itt viszont talán nem voltunk. Persze, hogy nem voltunk. Miért lettünk volna? Miért kell jó irányba jönni egyből? Hagyjuk már. Ez a Monthumon. Ez maga a labirintus. Nagyon utálom. Konkrétan szerintem a legutáltabb hegyen a Pokémon világban a Monthumon. Ki az, aki csinál egy ilyen labirintust feleslegesen? Képzeljétek el, hogy nem lenne Reaper és mind ilyen Zubat. Hihetetlen lenne. Igazából mi most kijutottunk. Nem itt volt a probléma. Biet kéne tényleg megkérdezni. Nem. Nem Bill lesz itt a megoldás. De akkor ki? Ha nem Bill, akkor ki? Csak én tudom megtalálni a megoldást, vajon? Vajon erre eljövünk? Várjunk, itt ez a csávó. Kérdezzük már meg, hallod, öreg papa, mit tudsz? Ja, semmit, nyilván standard szövegedet mondod, és ez nagyon fölidegesít. De miért nem talál, tehát tudom, hogy most Mewtwo-t kell megkeresned, már biztos vagyok benne. Most komolyan, ez a Jézusom, és itt voltunk, megint szenvedünk, mit össze-vissza, most előkapom megint, jó, bocsánatot kérek ezért, most egy kicsit, basszus, most, vicces, az erdő kívülről nem néz ki úgy, mintha megégett volna, vagy összelett volna, vagy összetörték volna, inkább, mintha elsöpörték volna, úgy néz ki kívül az erdő, micsoda, mi a baj veletek, na gyerünk, menjünk már, jó, let's go. Everybody come and play. Oh, Steering. Jó cuccok vannak itt. Scope, Lens. Na jó, oké. Még mielőtt itt elkezdenénk. Tehát örülünk a sok-sok Reaperünknek. De még mielőtt itt elkezdenénk nagyba alkotni. Nézzünk szét. Ezen a szinten csak. Egyelőre limitáljuk magunkat az alsó szintre. Vagy nem.
Lehet, hogy közben meg kéne szerezni ilyen tárgyakat, vagy fene se tudja. Mert itt például, nem tudom merre jutunk, új, de Cerulean Cave is azért, mi ez? Gyerekek, ilyet is kicsinálom úgy, egy ilyen szarom labirintus dolgot, és nézek, sétálsz sokat, és fogadjunk, sehova nem vezet. Az lenne a legjobb. Oké, itt ez itt Zsák utca. Hát ebbe bele kell esni, menni. Ha ott van Mewtwo, de nekem az a Mewtwo kell. Meg ezek a labdák is kellenek, Link Stone. De úgy kéne, hogy mindet felszedjük, de közben meg is hagyunk párat. Hogyha itt erre visszafele nézünk, akkor ugyanide jutunk, ahonnan jöttünk. Aha. Pozitívum. Minden esetre tényleg az. Ebbe akkor még nem mentünk bele, és innen meg tudjuk szerezni könnyedén a Sandstorm labdáját. Ezért megérte, tehát ez a faszra. Igen. Egy új dolgot szerint. És onnanból nem tudunk bemenni abba a vízbe, szóval bassza meg. Itt ez mégse Zsák utca, akkor erre kell jönni. Megszerettük a Smokeballt! Yeah! Minden vágyam teljesült. Smokeball az egyik kedvenc labdám, bevallom. Nem, amúgy azt sem tudom, mire jó. Igen, ez nekem még mindig nagyon útvesztős. És ez egy rossz út, ugye? Itt erre már voltunk. Itt még erre lehet jönni, de ez meg ide vezet el egyenesen. Ide, ahonnan kijöttünk. És innen már csak erre van út, és egyértelműen akkor erre a vízre kell itt rámenni Pikachu-val. Rámegyünk erre a vízre, és itt van Mewtwo. Hát, Mewtwo. Ez te vagy! Te vagy a Pokémon Cinnober szigetéről. Igen, én vagyok az. Mi az Isten, ez a harc! Ez közel volt, átugrálok a sziklákon, persze ilyenkor át tudok ugrálni a sziklákon. Uram Isten, itt van Blaine. Szia Blaine. Hehehehe, nos. Úgy néz ki, ez az én időm, hogy megmentselek téged számolni. Blaine, mi csak egyszerűen kilettünk krugva abból a barlangból. Nem mehetsz el. Vagy nem, elmehetsz, pontosan elmehetsz, de nekem le kell győznem azt a dolgot, ami ott bent van, nincs más út. Gyerünk Mewtwo, tényleg ez az Elite Four előtt van még, most jöttem rá. Eltűnik. Jó, most már le kéne győzni. Követnem kell őt. Merre mentél, Blaine? Blaine, merre mentél? Blaine, szia, hol vagy, Blaine? Blaine, itt vagy, csá. Blaine, a karod! Megmutatja nekem a deformált karját. Ez az, ami miatt ezt a dolgot most le kell győznem. Az a lény nem más, mint Mewtwo. Az a genetikailag módosított Pokémon, amit Mew sejtjeiből csináltam. Amit nem tudsz, az valószínűleg a... Az, hogy hogyan kell abból a néhány Mew Shedből, ami nekünk a rendelkezésünkre áll, hogyan kell tudunk egy teljes klónt csinálni. Ezért gyakorlatilag kényszerítve voltam arra, hogy néhány emberi sejtet is adjak a Shed kultúrához. Emberi sejteket kitől? Hát igen, emberi sejteket a saját karomból adtam hozzá. Mondjuk azért nem tudom, hogy egy teljesen differenciált bőrünkön levő hámsejt az hogyan vehet részt egy Mewtwo alkotásában a Mew ősejtekből, de nem baj, ez a O professzornak meg M professzornak ezt kéne kutatnia, nem azt, hogy jó van, hát na, van ilyen, hogy Chikorita, van ilyen, hogy Szindakvi, hát jó, hát nyilván az is fontos, tehát már annyian kigyűjtötték neki az adatokat. Alász, az ki?
Ja, szóval pár Mewtwo Shellt megtalálták az utat arra, hogy rombolják a karomat, mint valami tumor. Hamarosan ez a kar használhatatlan lesz, végül a Mewtwo Shelltek teljesen átveszik az irányítást az egész testem és életem fölött. Ez nem lehet. Aha, remélem, de azok a közös sejtjeink, amik vannak, megengedik Mewtwo-nak és nekem, hogy nagyon közelről ismerjük egymást. Ez ilyen, hív csak rezonancia effektusnak. Szóval hagyom, hogy a rakétacsapat árulónak hívjon, vadásszanak le, jöjjenek el értem a föld másik végére is. Mitől féljek egyáltalán? Amúgy is meghalok, ugye? Oké, Simoni, nem hagyhatom, hogy te is részt vegyél ebben. Ne legyél már butuska! Nem csinálhatod ezt egyedül. Jó, tényleg nagyon sajnálom, hogy ezt most meg kellett tudjad, de most lenyomlak a fenébe. Jó, az a baj, hogy igazából ezzel a Grauliteddel én nem tudom, hogy mit akarsz, mert fake out. Sir. Szia. Van még talán Rapidash-ed, meg Arcanine-od, meg Magmar-od, meg Isten tudja, milyen kórságaid vannak, de válság. Pikachu-t nem lehet megállítani olyan egyszerűen. Jó, nézzük a Rapidash-et. Vánsát, Vánsát! Új, de Vánsát! Jó, figyelj, Printer. Egy, nem vagy nekem ellenfél, ez már egy. Kettő, ha én azt mondom, hogy segítek, akkor segítek. Figyelj, Simoni, el kell mondjam, hogy ez nem az a élvezetes kaland lesz számodra. Hogyha nekem már késő, hogyha elkések, akkor városról városra minden el lesz pusztítva. Akár csak ez. Remek tréner leszel, Simoni. Goodbye. Szia, Blaine! Ne, Léci! Blaine! Holtan fekszel, Blaine? Ne, Blaine! Blaine! Nem tudtad, hogy megöheted volna magadat? Ez az, megkaptam a Master Ballt. Mi ez? Master Ball! Jó. Szóval Blaine haldoklik miközben. Oké. Okay. Én is ezt hittem, ha Mewtwo erre, tehát hogy vagy ez neked megvolt, akkor nem kellett volna ennyire kockáztatni az életedet. Blaine is ezt hitted, de Mewtwo ereje olyan sokat nőtt, hogy már gyakorlatilag az is lehetetlen, hogy közel kerül hozzá. Oké, okay. Rád, te nem változtál semmit, vagy hát én ugye számom, nem változtam semmit, még mindig ugyanazt a szenvedélyt tükrözi, mint amikor a Team Rocket headquarters-ba találkozunk Saldon City-be. Mi? Honnan tudtad, hogy ez én voltam? Ja, én átlátok ezeken az áruhákon. Én abban az időben már amúgy is feladtam, hogy gym leader vagyok, és csatlakoztam Team Rocket-hez. Szóval vágod, érted? A kíváncsiság vezérelt, nem volt használható Pokémon laboratórium munkáimhoz. De te más voltál, te megvédted Mewt a rakéta csapattól. Te szövetségeseket csináltál a saját Pokémonjaidból, akik meg tudtak bízni az emberekbe, ahelyett, hogy ugye kísérletekre használták volna föl őket. Ez a szenvedély és kedvesség az, ami szégyen keltett bennem azzá, amivé váltam, és ezért léptem ki végül is a rakéta csapatból. Gyönyörű és megható duma, amit most Blaine itten félholtan lenyom. Igazából én voltam a szörnyeteg, bevallom ezt is neked. Te vagy az oka, amiért hátat fordítottam a rakéta csapatnak. Te vagy az erőm és bátorságom forrása. Amúgy kb. Szerelmet van, most konkrétan miről beszélünk, tehát én is nagyon szeretlek, Blaine.
De most el kell kapni a Mewtwo-t. Te vagy az oka annak, hogy most biztonságban van a világ a rakéta csapattól. Brain, ne hallj meg! Úristenem! Oké. Le kell nyomnom. Basszus, és most komolyan ez a bajot, hogy nem tudom elkapni, mert 6 Pokémon van nálam. Jó? Visszajövök. És egyből rádobom ezt a Master Ball-szerűséget. Mindjárt visszajövök, Blaine, várj meg! No. Blaine! Ne hajj meg nekem, sietek! Gyorsan ledobom Eevee-t, aztán már itt se vagyok kávé. Ezt kerestem. Jó. Gyerünk gyorsan! Eevee, takarodj vissza, légy szíves! Store. Jó, rendben. El kell kapjam Mewtwo-t, hogy Blaine-nek sikeres legyen ez a mentő akciója. Amit igazából nem is tudom, hogy most a világot akarta valójában megmenteni, vagy saját magát. Hát saját magát igazából nagyon durván nem sikerült, valljuk be. De se baj, Blaine, most csak miattad én ezt a Mewtwo-t. Ez még tényleg életben van, csak egy csoportos támadással tudunk győzni. Persze, level 100-as Mewtwo, takarodj már vissza. Fake out. Flinch. Speed boost. Discharge. Nem tudom leparalizálni. Bassza meg. Basszus kulcs, basszus kulcs. Oraszfil, szia Pikachu, jó volt veled. Aha, akkor én szerintem azt csinálom, hogy becsenem Snorlax-et, és rádobom a Master Ball-t. Hát itt nem szarozunk, hát adjuk már. Van 2 Master Ball-unk. Ezzel elkapjuk Mewtwo-t. Jó van, Pikachu-t meg se kellett volna halnia, se baj! Snorlax nagyon sok XP-t kap. Adunk-e nevet Mewtwo-nak? Igen, én szeretnék neki nevet adni, Blaine-ről elnevezve, ő lesz Blaine 2. Mert ugye az igazi Blaine még él, tehát ő Blaine 2. Végülis a felesetje ugyanaz. És Blaine újra élet, Jézus, Máriám konkrétan holtra volt verve, és egy karcolás nélkül feláll. Jó, akkor most már jövök én is. Elintézted helyettem. Blaine, jól vagy? Igen, kiheverem. Ó, tényleg, itt van Mewtwo, elkaptam, amúgy meg. Csak rá kellett dobjak egy labdát, ez olyan vészes nem volt. Jó, hát Pikachu-t kikillelte egy óra szféra, az csoki. Mewtwo egy nagyon veszélyes Pokémon. De, amit tud, az az, hogy a laboratóriumon foglyaként tartsam. Az egyetlen dolog, amit tud az emberekről, az azok, hogy az emberek arrogánsak és kegyetlenek. Mi van, hogyha valami mást is megtanul? Mi van, hogyha megtanulja az emberek törődését? Hogy nem olyan rossz lények az emberek. Találd ki, Blaine. Tanítsd meg neki, légy szíves. Na jó, szia, látlak később. Asztal. A karomban levő fájdalom kezd elmúlni. Mewtwo, ez azt jelenti, hogy a te fájdalmad is kezd elmúlni? Vajon? Csak épp most jutott eszembe egy mondat, amire nagyon rég nem gondoltam. Egy mondat, ami mindent összegez, amit most érzek. És ez a Pokémon Trainer. Nem is mondat ez, csak egy frázis. Egy ilyen kis kifejezés. Pokémon Trainer. Valaki, aki azzal tölti el az életét, hogy megbízik a Pokémon-jaiba. De deep, so deep. Nagyon, nagyon hosszú utat kell még megtennünk, Mewtwo. Jó, rendben. Ez nagyon fasza, és szép, és jó. És Yellow a Viridian Forestben. Oh no! Elvesztem! Micsoda! Jó, oké, Yellow meg ott van a Viridian Forestben.
Ennek nagyon örülünk, egy új szereplő lát most napvilágot, én viszont visszamegyek a gyönyörű szép Pocket Centerünkbe. Hírelek, fölkapom Eevee-t magam mellé. Nem ugye, kell. Eevee mindig kell, és itt befejezem ezt a részt talán? Vagy még elmegyek Billhez? Most még ezen gondolkozok. Nem. Itt befejezem ezt a részt, és majd itt fogunk találkozni. Szintekül és az erő legyen veletek. Sziasztok!